minden összes állatorvosi praxison alatt azt tapasztaltam, hogy az nagyon jó dolog, hogyha néhány nagyon fontos gyógyszer olyan, amelyek nem receptkötelesek az ember kezésére állnak az állattartónak. Egyrészt azért, mert ezen meg lehet előzni bizony sokkal súlyosabb betegségeket, például én a gyógyoldatot használom a fertőtlenítésre, hogyha a gyógyoldat rendelkezésre áll, akár a gyógytintúra, vagy bármely más gyógykészítmény, akkor főti a bőrjeknál, a csikóknál, de a bárányoknál is akkor, hogyha bizonyos baktériumos fertőzöttség jelen van a nyájban, tehát a baktérium megkörülhoz a gondolat, hogy a köldököt a születés után fertőtlenítik. Hát ez úgy történik, hogy egy széles tájú edényben beleöntjük a gyógyoldatot, és akkor abba belemártjuk, bele rúgatjuk, bele áztatjuk a köldökcsinó csonkot. Ez azért is fontos, például fellérzen ezelőtt 2 vagy 3 hónappal egy nagyon szép csikó húzott elő, hogy nem fertőtlenítették a köldökcsonkot, és bizony egy súlyos fertőzés, majd szepszis történt, ami nem lehet segíteni. De van másik eset is, például a megszegelés, meggyillás, amikor szegbe lép véletlenül a ló, vagy pedig, hogyha a kovács, amikor a patkót ráteti, akkor előfordul, hogy a viharépekbe kerül a szeg, és ezen a csatornán keresztül a baktériumok fölhatolnak, és egy nagyon súlyos patairhagyulladás keletkezik. De nem csak ez lehet, hanem láttam olyat is, amikor a tetanus bacillusok kerültek be, és utána az állat tetanusossá vált. A házi patikában lévő fertőtlenítőszerrel tehát megelőzhetjük a súlyos, nem egyszer az állat életét is veszélyeztető szövődmények kialakulását. De az sem mellékes, hogy a már megbetegedett állat gyógyításával járó költségeket is megspórolhatjuk. Az állattartó házi patikájában ajánlatos néhány egyszerű, recept nélkül kapható gyógyszert is tartani. Olyanokat, amelyek alkalmazása nem igényel előzetes állatorvosi vizsgálatot. Ha hasmenés van, és ez legtöbbször alimentális, tehát táplálkozási, takarmányozási eredetű, vagy tudunk a zöld takarmányra rátérnek, akkor nagyon jó, ha rögtön adjuk a falmatát, mert ez csillapítja a gyulladást, csökkenti a bél perisztaltikáját, a mozgását, ugyanakkor védi a bél nyálkahártyáján keresztül, hogy ne hatolhassanak a különböző gyulladásos vonástermékek, elősegíti a bél hámjának, amely a gyulladás folytán elpusztul vagy sérül, ennek a regenerációját, és még bizonyos mértékig baktérium ölő hatása is van. Na, most itt felvetődik a kérdés. Mi történik akkor, hogyha baktériumos eredetű volt a bélgyulladás? Semmiben nincs akkor, mert hisz ilyenkor, majd jön az állatorvos, ő fölír valamilyen antibiotikumot, az antibiotikum azokat a kóokozókat elpusztítja, amelyek a bélcsatornába bekerültek, ugyanakkor a farmatán, miután ez nem inkompatibilis egymással, hanem megférnek, tehát kompatibilis, nyugodtan lehet adni a farmatánt, mert ez viszont a gyulladásnak a tüneteit fogja csillapítani. A kettő együttes hatására sokkal gyorsabban meggyógyul az állat, mintha csak akár az egyiket, akár a másikat alkalmaznánk. A vajonfiak nagyon gyakori betegsége az orsóférgesség is gyógyítható házi szerrel. Az orsóférgességre hát nagyon jó gyógyszerek állnak rendelkezésre, úgyhogy tulajdonképpen azt is mondhatnánk, legalábbis egyik másik kollégánk azt tartja, hogy az orvosi benzin ez már egy idejét múlt a múlt kezelés. Én nem osztom ezt a véleményt azért, mert ha az orvosi benzint recept nélkül minden tovább nélkül meg lehet kapni, a fecskendő és a hozzáilleszthető gumicső, ez egy nagyon egyszerűen elkészíthető dolog, és akkor tessék kilogrammonként 2 milliliter, nagyon ügyesen le lehet nyomni az állatnak, szinte minden beszél nélkül. Hát persze most megint felvetődik a kérdés, hogyha vannak ezek a korszerű gyógyszerek, amit a takarmányba keverünk, akkor mi a csodának kell egyenként megfogdozni azokat. Azért, mert így azok az állatok is megkapják a gyógyszert, amelyek éppen étvágytalanok, és már se nem esznek, esetleg nem is isznak,
Ilyenkor viszont, ha akarja, ha nem, a megfelelő gyógyszermennyiség belekerül a szervezetébe, és a gibisztákat kihajtja. Még az is felvetődött, hogy ezt már a gazdák mondták, hogy mi történik, ha valamivel többet adnak, az égvilágon semmi, mert a benzin nem mérgező, és utána a hús is nyugodtan fogyasztható, tehát még ilyen probléma sincsen. Adódhatnak olyan esetek, amikor az állattartónak azonnal cselekednie kell, nem várhat az állatorvos megérkezéséig. A házi patika ilyenkor életet menthet. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a szarvasmarha, a juh, akkor a kecske is, esetleg még most takarmány ártalom folytán fölfúvódik, ha fenyert, húcsarnát, tehát valami ilyesmit adott az állat, főképp medvesen, és ettől fúvódott föl, akkor legtöbbször habos gáz képződik, és bizony ilyenkor ezt a habot el kell bombázni, hogy így mondjam, tehát meg kell szüntetni a habzást. Valamilyen gyógyszerre van ilyenkor mindenképpen szükség, ami a habot megszünteti, mert a habot, a habos bendőtartalmat bizony se a szondán, sem pedig a trokáron nem lehet kiengedni. No, ilyenkor jó az a timpán, amit hogyha beöntünk, akkor hamarosan a habzás megszűnik, a gázt aztán már akár így, akár úgy ki lehet engedni, sőt, előfordul az is, hogy az atimpán alkalmazása után, hogyha az állat elejét magasabbra állítjuk, vagy hogyha a partnak fölfelé, vagy hegynek vezetjük föl, tehát az elején magasabbra van, akkor még lehetséges, hogy kibűfögi. Persze van háviszer is ilyenkor, ha az atimpán nem áll rendelkezésre, egy fél liter pálinkát és egy fél liter olajat össze kell rázni és beönteni. Ez is elősegíti a habzás megszüntetését. Fél egy liter tejet is szoktunk ilyenkor beönteni. És hát, ha nem is olyan frappás hatása van, mint a latimpánnak, de általában jó hatású, és utána a gáz kiül. Sajnos nagyon sok esetben előfordul az, hogy a gazda mindezt nem tudja, és feszül, ugye mindinkább több gáz halmozódik föl, és mire az állatorvos megérkezik, hogy segítséget nyújtson, akkor az állat megfullad, felpusztul,